Üdvözlet mindenkinek! A mai videóban a Robo modellgyártó cégnek a Lilafüred Intercity szerelvény készletét fogom nektek bemutatni. Mit kell tudni a Roboról? Ugye hazánkban egy viszonylag ismeretlen márka, eddig mindösszesen ugye a Digitoolsnak volt némi kooperációjuk velük, ha jól tudom, egy tartályvagon jelent meg az ő gondozásukban a márkától, és a Robo a tavalyi év végén jelentette be, hogy meg fog jelentetni egy 4 kocsiból álló poznani Intercity kocsikból álló készletet idén 150 darabos limitált kiadásként, és a gyártó leírta a kis Facebook közleményébe, hogy ezzel tervezi felmérni a hazai piacot, hogy lenne igény ilyen minőségű kocsikra. A Robo szerintem sokunk számára, ha nem is tudunk róla, nem is annyira ismeretlen, hiszen ők készítették az NMJ-nek a poznani Y kocsijait, amit ugye még ma is meg lehet venni a különböző boltokban. Az ő kooperációjukkal készültek azok a kocsik, most viszont direktbe az ő saját nevük alatt jelent meg ez a 4 kocsis Intercity set. Ezt szeretném most egy kicsit bemutatni nektek, megnézni, hogy mit tett le a gyártó így az asztalra az Y kocsik piacán. Elsőre, hogyha jobban megnézzük a járműveket, akkor így szerkezetileg igazándiból semmilyen különbséget nem fogunk találni. Gyakorlatilag egy az egybe ugyanazok a kocsik, ugyanaz az öntőforma, mint az NMJ verziónál. Hát miért is lenne más, hiszen ugyanazzal a fröccsöntő szerszámmal készülnek ezek a járművek. Azonban sok minden kis apróságban van különbség. Egyrésztről a kocsik festése, én úgy látom, hogy sokkal szebbre sikerült, mint az NMJ esetében. Szebbek a maszkolási vonalak, főleg itt az oldalsó sávnál egyértelmű, hogy jó munkát végzett a Robo, illetve itt fönt a tetőnél is láthatóan sokkal élesebbek, sokkal szebbek a maszkolási vonalai a kocsinak. Feliratok tekintetében sem lehet panasz erre a kocsira, hiszen nagyon szépen megoldotta a gyártó mind itt a középső pályaszámot, és olyan dolgokat is, mint például az alvázon, illetve a forgóvázon a különböző kis tamponozott dolgok. Mint mondtam, a kocsinak a formája az teljesen megegyezik ugye az NMJ-vel, tehát egy teljesen exakt formahű Y kocsit kapunk a gyártótól, stimmelnek a tetőn a szellőzők, stimmel oldalt az ablakok mérete és formája, és stimmel minden egyéb része a kocsinak. Ami a RoboSetnél újdonság, és egy tényleg üdvözítendő dolog, az pedig az, hogy a kocsiknak az alvázberendezései teljesen megegyeznek a hazai MÁV kocsi alvázberendezéseivel. Ugye ezek a konkurens gyártóknál, például a Picónál, a Harrisnél, illetve hogy az NMJ-nél se voltak megfelelőek, itt viszont a gyártó elkészítette a hazai járműnek megfelelő alvázberendezéseket, helyén van az akkumulátorláda, helyén van a fűtési kis dobozka is, és minden részlet formailag exakt lent alul is. Ami még különbség, az az ablakok tekintetében az, hogy még az NMJ-s verziónál ilyen króm színű kerettel volt ellátva az ablaksor, addig ennél a kocsinál ilyen ezüstös, hát ilyen nagyon világos kalapácslagszerű ablak keret festéssel van megcsinálva. Ez az ablaksor, ami a kocsiban található, valószínűleg módosított. A korábbi NMJ-s kocsikéhoz képest részletesebb, filigránabb és pontosabb. Nagyon szépen elkülönül benne a felső lehúzható ablak, és kis szerkezeti elemeket is látunk, hogyha közelebbről nézzük őket. Ami még sokkal jobban sikerült, mint az NMJ kocsin, az itt az ajtó, annak a festése. Itt fönt lehet látni, hogy helyesen van tamponálva az ablak körüli gumikéder, és jól van megfestve megfelelő magasságig itt ez a kis szürke rész. Ott fölül az ablak fölött pont látszik egy nagyon vékony kis résznyi szürke, ilyen kalapácslag színű rész az ajtóból. Ugye az NMJ kocsin ez valamiért nem igazán sikerült, máshova került ott a tamponozás, és gyakorlatilag beleért ez a gumikéder itt a felső már kék részébe az ajtónak. A kocsik végein a gumihurka is hasonlóan van megoldva, mint az NMJ-nél. Ez ténylegesen gumiból készült. Egyébként vigyázni kell, viszonylag könnyen ki tudjuk magunk is szedni, főleg ki- és becsomagoláskor érdemes óvatosnak lenni, mert elég passzentos a doboz, és könnyen ki tudjuk óhatatlanul is
rántani ezeket a kis imitációkat, viszont szerencsére viszonylag könnyen be is illenek oda a helyükre. A forgóváz hasonlóan ugye az NME-s verzióhoz nagyon szép lett, tényleg minden kis apróság megtalálható rajta, és ennek ellenére nagyon jó futási tulajdonságokkal rendelkezik a jármű. A forgóvázak áramszedése gyárilag a tűcsapágyon keresztül történik meg. Mind a négy tengely, mind a két oldalt szedi az áramot, és a kábelezés is el van készítve. Itt van a kis kábel felszerelve a forgóvázra, gyakorlatilag ha világítást teszünk bele, akkor ugye csak annyi dolgunk van, hogy a felvezetett kábeleket rákötjük a világítás panel megfelelő pontjaira. Az áramszedés semmifajta ellenállást nem generál a járművekbe, gyakorlatilag egy fémpersejbe illenek be a tengelyek. Kevés olyan személykocsin van, amik ennyire szépen, ennyire finoman és könnyen gurulnak. A másodosztályi kocsiknál, ugye a BKO kocsiknál jelenleg a Robó az egyetlen, aki megfelelően lekövette azt, hogy ugye bennük a fülkék átalakításra kerültek, amikor Intercity kocsivá alakultak, és az eredeti 8 üléses fülkéből 6 férőhelyes fülke készült. Itt a másodosztályi kocsikon is ez megfelelően meg van csinálva, és gyönyörű szépen ott található bennük a 6 darab kis ülés minden egyes fülkébe, úgyhogy ilyen téren is exakt járművet készített nekünk a gyártó. A beltér is szépen ki van festve, szerintem szebb munkát végzett a Robó, mint az NME, vagy bármelyik másik gyártó, ugye a Picónál nincs lefestve a beltér, a Harrisnél pedig viszonylag egyszerűen és elnagyoltan vannak lefestve a kocsi belsejei. Itt viszont a Robó figyelmet fordított arra, hogy az üléseken még a kis fejtámlavédő húzat is le van festve, illetve itt az elválasztó falak is megfelelően ilyen kis világos, bézses színűre vannak festve, továbbá ugye bennük is megtalálhatóak a kis kalap és csomagtartó polcok is, külön elemként vannak a kocsikba ezek felszerelve. A kocsik padlója szintén ilyen világos bézs színűre van festve, annyit érdemes tudni, hogy az átalakítások után az Intercity-s BKO, illetve AO kocsik padlószőnyeget kaptak. Nem nagyon találtam róla képet, de én azt derítettem ki, hogy a kocsikban ilyen bézs színű padlószőnyeg volt. Terepasztalra helyezve egyébként én semmilyen problémát nem találtam velük kapcsolatba. Sima, rendes, fecskefarkas rokó kapcsolókkal is gyönyörű szépen összeakadnak, nem siklanak, nem problémásak számukra az ívek sem. Ezen a téren egyébként nagyon érdekes számomra, hiszen az NME-s kocsiknál úgy kell alkalmaznom őket, hogy egy magasságállítós, egy sima fecskefarkas kapcsoló, ugye azért, hogy egy picit jobban eltartsa őket, mert náluk valamiért, nem tudom, lehet, hogy összeszerelési dologból, de a kinematika hajlamos túlságosan közelre húzni az ívekben a kocsikat. Ezek a Robó kocsik valószínűsíthetően módosított szerszámokkal készültek, hiszen például a kuplung kinematika is tökéletesen működik, egyenesbe szépen közel húzza a kocsikat, ívben pedig gyönyörű szépen eltartja őket, semmilyen trükközésre nem volt szükség ahhoz, hogy problémamentesen fussanak, akár a legszűkebb íveimen, illetve ívelenív kombinációkba is szépen teljesítenek a járművek. Annyit kell tudni az Illafield Intercity-ről, hogy eredetileg egy pápaszemesből átalakított VRRO kocsi volt benne. Nyilván ugye olyanhoz senkinek nincs jelenleg szerszáma, így ugye az nem került kiadásra, de szerintem, hogyha az ember köt egy kis kompromisszumot, egy Bautzeni, akár Intercity feliratos Acme étkező kocsi, vagy mondjuk ugye valamilyen Quabla Intercity feliratos kocsi nagyon szépen belepasszolhat a szerelvénybe, még szerintem Intercity felirat nélkül is stimmelhet bele. Ebből a szedből egyébként nem csak ezt az Intercity-t lehet kirakni, hanem ugye annak idején a 90-es évek elején majdnem mindegyik Intercity 91, 92, 93-ban is még biztos, hogy ilyen típusú kocsikból volt kiadva, úgyhogy elég sok lehetőségünk van. A szerelvény élére lehet választani vagy egy megfelelő 5. korszakos V43-ast, vagy pedig tökéletesen odaillik egyébként a 21-es pályaszámú nyíregyházi honállomású gigant is. Abszolút autentikus lehet a szerelvény élére egy ilyen mozdony is. Hiszen ugye Miskolc mellett ugye a nyíregyházi és debreceni Intercity-k is ilyen kocsikból voltak az elején kiállítva nagyon sokáig.
Ha egy kicsit tovább megyünk az időben, akkor ugye a 90-es évek vége fele ezek a járművek az új második generációs IC kocsik forgalomba állításával átkerültek a Dunántúra, elsősorban Nagykanizsára kerültek, ottani honállomásúak lettek. Egy ideig még részben Intercity felirattal, részben pedig vagy lefestett, vagy matricával letakart Intercity felirattal közlekedtek a különböző dunántúli gyorsvonatokba. Elsősorban a 30-as vonalon találkoztam én ezekkel a kocsikkal nagyon sokat, hiszen rendszeresen ilyenekből volt kiállítva a reggeli kanizsai gyors. A gyártónál lehetett előrendelni. Az ő weboldalokon ez nem tudom mennyire volt egyértelmű, nem tudom kinek sikerült, vagy kinek nem sikerült onnan rendelni. Én a hazai forgalmazótól, a Digitools-tól vettem ezt a négy kocsis készletet. 150 darab készült ebből a szedből, valószínűleg azért a következő hetekben, hónapokban ezek el fognak fogyni. Ezt nem is csodálnám, hiszen egy nagyon szép, nagyon jól kinéző szettet kaptunk, és végre van benne első osztályú kocsi a másodosztályúak mellett, ami szerintem az eddigi legnagyobb hiányosság így a poznani kocsik területén, még ha Intercity feliratos is, hiszen 5. korszakos első osztályú kocsit eddig még senki nem csinált, ugye 4. korszakosunk van a Picótól, 6. korszakosunk ugye van az NME-től, és végre akkor itt keletkezett egy 5. korszakos kocsi is. Egy nagyon szép, egységes Intercity szerelvényt lehet kiállítani ebből a szetből. A szetnek az ára jelen pillanatban 130 000 forint környékén alakul. Ez ugye egy kocsira levetítve ilyen 33 000 forintos árat jelent. Viszont szerintem mind festésileg, mind összeszerelésileg jobban sikerültek, mint az elemi és verzióik. Összességében szerintem nagyon szép munkát végzett a Robó. Kíváncsi vagyok, hogy folytatni fogják-e a sort. Szerintem esetleg egy nem Intercity feliratos verzió szett is nagyon szépen megférne manapság a hazai piacon, főleg első osztály tekintetében lenne ez egy üdítő pozitívum, hogyha végre belőle is lehetne kapni sima 5. korszakos kiadásban. Köszönöm szépen, hogy megnéztétek a videót, további szép napot és jó modellezést kívánok mindenkinek!